Egy nagyon fontos része következik ennek a cégnek, nem csak a múltja, hanem a jelene. Egy egész más világ, ha most nézzük ezt az Ericsson Magyarországot, méretében is, tartalmában is. Míg az első évtized, vagy az első másfél évtized az üzletalapú, meg a különböző szakmai részek, amiről eddig beszéltünk, a különböző szegmensek, tevékenységek meghatározók voltak, és végül is valamilyen formában ez adta lehetőséget, hogy egy egységesebb cég jöjjön létre. Akkor is fontos volt az a terület, ahol most van, csak ez a terület olyan mértékben fejlődött, növekedett, olyan mértékben lett nemzetközileg is erős, ami miatt, ha úgy tetszik, akkor ma a cégnek ez a legnagyobb értéke. Sokan nem tudják, hogy a mobil technológiának számtalan része Budapesten született. Nevezetesen ennél a cégnél. Az, hogy akkor mi volt, és hogy mi lett, ezt a blokkot viszont együtt hozzuk. Szándékosan ugyanaz a személy fogja a múlt időt elmondani, és utána a jelen időt. Ugyanaz, aki az múlt időben is ott volt, meg a jelen időt is irányítja, Beskéd Vilmos, aki a kutatásfejlesztésnek, vagy hogy mit szoktuk mondani, R&D-nek a vezetője, és most megismerjük ezt a múltat is, meg nagyon szép kontraszttal, hogy mi ez most, hogy néz ki. Vilmos, tiéd. Köszönöm szépen. Azzal fogom kezdeni, hogy Andreának köszönöm szépen a szoftverfejlesztők. Mert nekünk a szoftverfejlesztőket, ugye Software Development Center, oda nézek, mert ott van néhány régi kollega. Ugye mi SDC voltunk, úgy kezdtük, még kezdtük a Venyigében, és tényleg mi voltunk azok, akiknek soha semmi nem volt jó. Akár az étteremben is az étel, illetve amikor meleg volt, akkor mi voltunk azok, akik mindig panaszkodtunk. Szóval a Software Design Center, akkor ez most nekem tényleg nagyon megérintett. Beskéd Vilmos vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt a kutatásfejlesztés, mert most már mi kutatásfejlesztés vagyunk. Tehát a kutatásfejlesztés nevében beszélhetek. És mi egyrészt mi vagyunk a folytonosság. Mert 91-ben az egyik lábunk, a fejlesztés része létrejött, aztán 96-ban megalakul hozzá a kutatás része, és azóta mi folyamatosan vagyunk, növekedünk, tehát mi vagyunk egyrészt a folytonosság. A másik pedig a folyamatos változás, ugyanennek részeként, mert állandóan változott, és mindig más történt. Tehát valószínűleg az én előadásom egy része már ipartörténeti visszatekintés, hogy milyen technológiákkal dolgoztunk, és most milyen technológiákkal dolgozunk. És elnézést kérek, és István, lehet, hogy majd rám fog szólni utólag, túl sok rövid, hárombetűs Ericssonos rövidítést fogok használni. Igyekszem kerülni őket, de nem biztos, hogy sikerül. Igyekszem azért elkerülni. És akkor menjünk vissza időben. Ez az Eri Fórum. Eri Fórum, volt neked Eri Fórumod? Igen, a 2016-os kiadásban, 2006-os kiadásban ezt írták rólunk. Ugye az első 13 mérnök 91 karácsonyán hazarepült a 3 hónapos tanfolyamra, és ebben az üzenetben, ami érdekes, hogy ugye a Kokom listán szereplő Sun munkállomásokat nem sikerült elindítani. Amit hozzá kell tenni, hogy tényleg akkor kokomlistások voltak, és azért a Sun munkállomás teljesítménye egyrészt képességben is fölülmúlta a ma is átlagos PC-két, és tény, hogy hetente egyszer, ha újraindítottuk őket. És ez 91 volt. Igaz, azóta már ők nem léteznek, és ez is egy ipartechnológiai vagy történeti tény, hogy a Sun, mint gyártó már nem létezik. És ezekhez a gépekhez kapcsolódott egy esemény, amikor egy miniszter, már nem tudom melyik miniszter, látogatta meg a szoftverosztályt, és büszkén elmondta István, hogy milyen gépeken dolgozunk, és jó szoftveresként megkérdezték a Gyurit, Major Gyurit, hogy te most mit csinálsz, mire csípőből a válasz, ahelyett, hogy elmondhatta volna, hogy mit fordítok és milyen fontos terméket fejlesztek, megállt a gép, mert miután az Isten elmondta, hogy ezek milyen különleges gépek. Na hát ez volt a szoftverosztály. Tehát mi sosem úgy válaszoltunk, ahogy azt gondolták tőlünk. Emlékszem egyszer, biztos te is emlékszel rá, egy belső levelező listánkról az ebédet dicsérő, idézőjelben, dicsérő levélváltás véletlenül a konyhára került. Amiből aztán egészen az Istvánig került az eszkaláció, hogy ezek az emberek, kik ezek? Hát ezek olyan parasztok, hogy... És valóban, biztosan... Oké, magyarázzam meg. Egyrészt okosak, de időnként tudtunk nagyon, nagyon egyszerűek lenni. És a folytonosság része, hogy ez lehet, hogy nem sokat változott, ebből jó példa a mostani beköltözésünk és az ebédlőnek a dicsérete, de mert most már a sales is mellénk állt, úgyhogy most már jobban járunk. Én szerintem azt az egyetlen dolgot, azt elfelejtettem, vagy még nem mondtad, akkor hozzáteszem, hogy a Sun állomásokhoz, hogy működjenek, 1991-ben vagy 1992-ben létre kellett hozni Magyarországon az első olyan 64 km/s sekundumos műholdas kapcsolatot Stockholmmal, hogy ti együtt tudjatok dolgozni nagy rendszerrel. Így van. Tehát az a kapcsolat az teljesen egyedülálló volt akkor. Az valóban nagyon, nagyon különleges volt. Egy példa, Balla László, most épp nincs a teremben, vele együtt 94-ben dúmoztunk hálózatba kötve, amikor még nem is létezett hálózat a világ nagy részén. És mi akkor már dúmoztunk. A Doom az egy számítógépes játék volt, hálózatba kötve zseniális játék volt. 1991, itt kezdődött. Ugye az első 13 kollega, akik ők még valóban Írországban tanultak, és 91-ben még vissza kellett menjenek karácsony után, mert hogy az ő gépük még nem volt, meg nem indult el a hálózat. Hát néhányuk még most is itt van, ugye a Bartikai Zoli, Lengyel Balázs, Gábor, most ott látom a sorok között. Gábor vett fel engem az Ericssonba. Nem tudom, emlékszel az interjúra? És akkor Rossi Gábor. Így van. És akkor itt tartunk most. Ez egy 2017-es kép, amikor egy tűzriadó alkalmából kitereltük az embereket. Mert hogy másként hogy szedsz össze 1300 embert? És megpróbáltuk őket egy ilyen R és D formába terelni, hogy majd milyen szép lesz, nem sikerült. Nem számít, sokan voltunk, sokan vagyunk most is. És akkor egy kicsit időben menjünk vissza. Ugye az első vezetőnk, ugye a Szeád Kotló volt, ugye 1991-ben ő hozta létre a szoftverosztályt az első 13 emberrel. A számok az alján nem pontosak, és lehet, hogy az előadás után lehet pontosítani. Az tény, hogy 94-ben olyan 40-en voltunk a szoftverosztályon. 92-ben, és hogy most megalapítva lett, vagy az első egyetemi kapcsolat létrejön, lényeg az, hogy a HSN Lab alapjai elindulnak már 92-ben. Ez nagyon fontos dolog, mert ezzel nagysebességű laborot. A High Speed Network, a nagysebességű labor, ezzel az Ericsson egyértelműen az akkori világban kimagaslóan különlegeset tettünk. Hozzá kell tennünk azt, hogy egyrészt a HSN Lab azóta is létezik, és azóta is stratégiai partner a Műszaki Egyetem és az ELTE is ugyanúgy. Stratégiánk nem változott, nekünk az egyetemekkel kötelező együttműködni. És amikor létrejön a K-lábunk, magyarul a kutatáslábunk, ez az az irat, vagy az az Ericssonos dokumentum, amiben elhatározódik, ez 95. decemberben íródik, talán látható a felső sarokban, december 13, amikor az Ericsson kimondja, hogy Magyarországon kutatást, egy kutató részleget fog létrehozni. A feladat ATM hálózatok hálózatmenedzsmentjének, vagy hálózat forgalmához kapcsolódó feladatok. 96 megalakul a Traffic Lab. 97-ben Gábor lesz a szoftverosztálynak a vezetője. Ekkor még a két lábunk, kutatás és a fejlesztés külön van. És 98, amikor létrejön a Kutatásfejleszti Központ, ettől kezdve vagyunk mi a kutatásfejlesztés, és 98-ban Miklós átveszi a szoftver és a kutatásfejlesztésnek a vezetését. Ami után elkezdődik egy fejlődés az osztálynak. Ugye azt tudni kell, hogy 98 és 2000, illetve 2002, amikor kipukkad a távközlési lufi. Hát ugye ez nekünk jót tett. Egyrészt értelmesek voltunk, jó munkát csináltunk, és a költségszintünk megfelelő volt. Akkor kezdjük áthozni, ez 2001-2002 környékén, az AXD-t, mint terméket. Ez a dia egy 2004-es előadásból sikerült kimentenünk, és azért néhány dolgot azért vegyünk észre, mert azért ennek lesz jelentősége később. Ugye a Traffic Lab létrejön, Performance Studies, tehát teljesítmény, hálózat teljesítmény jellegű méréseket végez a labor. Ugye a Plasma Sim és Management of IP hálózatok menedzselése. És ez még 93, na ebből születnek majd később, ebből nőnek ki azok a termékek, amik ma az Ericsson zászlós hajói. TTCN-3, ugye itt van a SACI, az előzőképpen láthattuk, tesztkompetencia, illetve a 3G Performance Studies, illetve a Monik. Monik, mint eszköz ma is létezik, és használjuk az Ericssonban. Ezek akkor még embriói voltak a fejlesztéseinknek. Ezután jön, és akkor a létszám, ugye meg áthozzuk az AXD, mint terméket, azaz ATM kapcsolóközpont. Ekkor tanuljuk meg, hogy mit is jelent a kutatás mellett egy valós termékfelelősség. Ekkor jönnek azok a problémák, hogyha mi nem szállítunk, akkor nem lesz bevétel, és ezután kezdünk mi felnőni, mint fejlesztési szervezet. És folytatjuk az egyetemekkel a kapcsolatépítést. Ez a fénykép, ami már ugye Gábor is rajta van, illetve Péceli rektor úr, Renc Márta, aki most már, ha jól tudom, nyugdíjban van. Ugye a Műszaki Egyetem a komplex hardware laboratóriumnak a megnyitóján. Ez most 2008. Amikor létrehoztuk a hardware labort, akkor kinyitottunk az Ericssonon belül egy másik kaput. Akkor léptünk be az Ericsson növekedésének egy másik fázisába, amikor hardware közeli termékeket hozunk Magyarországra, és 2010-ben Tomi 8 év után visszamegy Svédországba, jön Sinisa, és akkor jön a következő nagy ugrás. AXD után áthozzuk a Telekom Server Platform, mint egyik fontos szerver platformját az Ericssonnak. Áthozzuk az OSS-t, az Ericsson hálózat menedzsmentjének a megoldását. Illetve 2010 körül még két fontos terület magyarországi fejlesztése kezdődik el. Az egyik a mikrohullám, illetve az IP hálózatok, a routereknek a fejlesztése. Ezt 2009-2010-ben kezdjük el átvenni. Ugye tipikusan partnereink vagy Svédország, vagy Amerika, vagy Norvégia, Finnország, tehát ezekkel a területekkel kooperálunk. És folytatjuk az egyetemi kapcsolódásainkat. Ugye létrejön az ELTE 2011-ben, Software Technology Lab, ugye itt Sinisa és Horváth Zoli ugye az ELTE szoftver tanszék dékányával megnyitják a Software Technology Labot, laboratóriumot az ELTE-n, azóta is természetesen ez is működik. 2011-ben jön Charlotte, majd 2013-tól átveszem én a kutatásfejlesztésnek a vezetését. Ma 1295 mérnökünk van, és ami talán különlegesé tesz minket, az a 100 PhD-s, egészen pontosan 98. Ez a 98 PhD-s, aki a szervezetben dolgozik. Kapcsolatunk a Műszaki Egyetemmel és az ELTE-vel nem csak egy hozzátok a diákot, de most azonnal jellegű, sokkal inkább az a közös építkezés, amikor mi befektetünk, az egyetemek befektetnek, és hosszú távon PhD-sokat nevelünk ki. Azért hadd mutassak ki ehhez a HSN Lab poszterhez néhány példa, hogy a HSN Labon belül milyen PhD-s, kik voltak azok a PhD-s hallgatók, akik ott nőttek fel, és egy részük, illetve elég nagy részük mindig az Ericssonban dolgozik. Sőt, azon a papíron mindenki az Ericssonban dolgozik még. És miről beszéltünk ez alatt az idő alatt? Nem tudtam visszakövetni egészen a 92-es, egészen az elejére, hogy az elején mi az, amire mi, mint akkor szoftverosztály fókuszáltunk. De azért már 2000-ben találtunk diákat. Ugye 2000-ben egyik fontos üzenet, hogy kutatunk, fejlesztünk, illetve szabadalmak. Ami nagyon fontos, hogy ezek közül egyiket sem hagyjuk el. Tehát ma is a szabadalmaink és a szabadalmak száma iszonyan fontos. Egy apróság, kutatásfejlesztés Magyarországon, az Ericssonban több mint 500 szabadalmat tulajdonol, és éves szinten ez egy olyan 40-50 szabadalommal gazdagodik. Ez egyszerű tény. Másik dolog, amit István az elején kezdett az első dián, az Ericssonnak az a három alapértéke, ugye a professzionalizmus, tisztelet és kitartás. Több CEO-ja jött és ment az Ericssonnak, és többször átírtuk már a víziónkat, a stratégiánkat. Érdekes módon ez a három alapérték, ez ma is ott van, ma is beszélünk róla, és valahol ez a mi kultúránknak a része. És tudjuk, és én nekem, mint magánszemély is az, hogy a tisztelet, tehát ezt az Ericssontól tanultam, és valahol nekem is nagyon fontos, és ezt hiszem magammal. Talán ez is egy kapcsolódás a céghez. 2000-2001-ben beszélünk kutatásfejlesztésről, szabadalmakról. 2006 körül megjelenik az, hogy hatékony fejlesztőgépezet kell legyen. Szállítás időben. Mi értékünk, hogy mi, mint fejlesztés szállítunk időben, erre fókuszálunk, illetve a gyors reakció, hát ez a sürgősségi érzet, hogy mindent azonnal most, tehát ennek az érzetnek a kialakítása. 2001-ben megjelenik az agilitás, miközben a technológia változik alattunk, fejlesztési módszertanaink is változnak, agilis fejlesztés, projektmenedzsment, innováció. Ezek a hangsúlyos üzenetek. 2012-ben vezetésfejlesztés, vezetőinknek a fejlesztése kerül fókuszba, illetve most az elmúlt 3-4 évben beszélünk arról, amiről a nagyvilágban is beszélnek, automatizáció, humán stratégia vagy people strategy, amit ti is csináltatok, csak nem mondtuk ki, vagy nem kellett még kimondani. Mi nekünk ki kell mondani, kimondjuk, hogy hogyan kapcsoljuk az embereinket a céghez, hogyan lesz valaki motivált és lojális, mert ha valakinek a szíve a céggel van, akkor nem kell felügyelni, a legjobbat fogja adni. Illetve a munkáltatói márka, a brand, és azért arra büszkék vagyunk, hogy az Ericsson Magyarországon tényleg egy brand, és ugyan aktív a munkaerőpiac, de azért az Ericsson továbbra is megtalálja azokat a kimagasló mérnököket, akikre szükségünk van. És egy apróság. 98-ban a termékünk volt az AXE. ISDN, PSTN, lehet, hogy még inkább 94-et kellett volna írjak, de hát ugye az AXE-ról már sokat beszéltünk, érdekes módon az AXE 68-ban született, velem egy idős, és AXE-t még adunk el, az egyik legnyereségesebb termékünk a mobil hálózatokban. Ennek ellenére ahhoz képest 2018-ban, ami kompetencia mátrixunk, nem megyek a részletekbe, de egy nagyságrendel vagy több nagyságrendel kibővült. Mondhatjuk azt is, hogy legalább egy-két nagyságrendel többen vagyunk, de tény, hogy talán ez az ábra mutatja, hogy a világ mennyit változott. Ugye a hagyományos vezetékkapcsolt hálózatoktól egészen a most már IP hálózatokig, illetve a felhő alapú szolgáltatásokig, illetve a virtualizáció, illetve hát majd jön majd a mesterséges intelligencia és analitika. Mindenképpen el szeretnék mondani, hogy az analitika, ez ma az Ericssonnak az egyik sikerterméke, és ha most visszapörgetnénk a diákat, akkor amikor rámutattam arra 2-3 sorra, mint hálózat analitika, na tehát ennek a terméknek, amiben most több mint 300-an dolgoznak, ennek az alapjai akkor lettek letéve. Műszaki egyetemek, ELTE, EIT Digital, az egy európai műszaki tudományt támogató szervezet. Ők a mi stratégiai partnereink, nem állunk meg itt, jelen vagyunk a magyar piacon, különböző rendezvényeket szervezünk, Ezek mind szakmai rendezvények, neves rendezvények, nem magyar, hanem nemzetközi rendezvények. Jelen vagyunk, részt veszünk bennük, szervezzük őket. Ez is a mi fémjelünk. HSN Lab, és most elnézést kérek a többi laboratóriumtól, egyszerűen nincs időnk mindenkit megnevezni. Ugyanakkor nem kétséges, a HSN Lab a legnagyobb laborunk az egyetemmel, és néhány adat róluk. Több mint 100 PhD-st neveltünk ki 26 év alatt, ugye 900 diák 2010 óta, illetve a közös projektek, amik 92-ben kezdődtek, és ma is folytatódnak. A fényképen ugye Heng Tamás, Boda Miklós és Gordos Géza a labor 20. születésnapján. És akkor ma a High Speed HSN Lab, ugye 25 senior kutató, 15 doktorandusz és 30-nál több hallgató. Roland ugye a HSN labornak a mostani feje. És hozzá kell tennünk, hogy közben az Ericssonban folyamatosan több mint 100 diákkal dolgozunk folyamatosan. Ugye most már azt mindenki érti, hogy nekünk a Műszaki Egyetem meg az ELTE stratégiai partner. És pezsgő, műszaki élet van Magyarországon, az Ericssonban. Illetve az egyik legfontosabb, amire az elmúlt gyakorlatilag 10 évben már kimondottan fókuszálunk, hogyan lehet több nő a mérnöki világban. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jól tudják csinálni, csak el kéne higgyék magukról, hogy ők erre alkalmasak. Ezt szeretném mindenkinek elmondani, ezért igyekszünk különböző eseményen ezt reklámozni. És akkor, hogy beszéljünk az épületünkről is. Ugye Venyige, Laborc, Science Park, illetve most az Ericsson ház. Talán ez a mi növekedésünket és a fejlődésünket is fémjelzi. Ugye ebben az épületben ül az a 300 mérnök, aki ma az Ericsson olyan gerinc vagy fontos termékeit fejlesztik, amely nélkül az Ericsson nem tudna eladni. És hogyha csak egy diát használhatok rólunk, akkor az ma ez lenne. Egyike vagyunk a 4 legfontosabb kutatásfejlesztési központjainak az Ericssonban. A teljes láncolat hardvertől, szoftverig, illetve kutatástól egészen a termék kivezetéséig a piacról megvan a házban. 500-nál több szabadalom, 100 PhD és 1300 alkalmazott, és mondhatjuk, büszkén mondhatjuk, hogy egyike vagyunk Magyarország legkiemelkedőbb IT vagy ICT cégeinek. Ne haragudj, Vilmos. Kérdezek. Két kérdésem lenne, Vilmos. Az egyik az, hogy 18, meg 98-20 év. Érzékeltetnéd, hogy egy szoftverfejlesztésben mi a különbség technológiában 20 évvel ezelőtt, meg ma? Igen, ezt elfelejtettem kiemelni. 94-ben egy projektünk 18 hónap volt. Durván 3000 ember dolgozott rajta, de tényleg 3000, és tényleg 18 hónap volt. A szoftvernek az összeépítése, amit buildnek nevezünk, az 2 hét volt. Tehát mindenki elküldte a szoftverét, és akkor vártunk legalább egy hetet, hogy valaki megépítse azt a szoftvert, azt a binárist, amit rátölthettünk az AXE-ra. És akkor kezdődött el az a 3 hónapos integráció, ami a 18 hónapnak valahol a végén volt. Tehát ez volt 94. De ez 3000, mármint a top szoftverház együttműködése. Ez 3000. Nem csak magyar, hanem minden mérnök, tehát az Ericsson különböző fejlesztő osztályain. Na most ugyanez a kép. Ma úgy néz ki, hogy a fejlesztő a kódot azt committálja, magyarul regisztrálja a rendszerben, egy órán belül megvan neki a visszajelzése, hogy az a kód működik vagy sem. Napi szinten több ezer teszt esetet futtatunk le, és heti szinten még lefuttatjuk azt a tesztelést, amivel a szoftvercsomag méretében nem lett kisebb, az a szoftvercsomag mehet az operátorhoz. Ez az a 20 év, hogy mennyit fejlődtünk. Amikor az agilitásról beszélünk, az ez a fejlesztési folyamat merőben, vagy nagyságrenddel való átírása, ahogy ma dolgozunk. A másik kérdésem, hogy elmondanád, hogy ez a Minilink, ami egyébként egy nagyon fontos termék a világban, a pont-pont közötti, főleg a bázisállomások összekötésére van, és annak idején a Minilinkben nem volt itt. Most hol van és mi a helyzet a Minilinkkel? Lehet, hogy tudod, hogy a Minilinknek én vagyok az operatív vezetője is. A Minilinket 2009-2010-ben kezdtük áthozni, akkor a norvégoktól vettük át. Ma a Minilink minden szoftvere az Magyarországon van. Ugye a hardwarefejlesztés Göteborgban van, a szoftverfejlesztés Magyarországon. Talán büszkén kijelenthetjük, hogy a Minilink világ első, tehát a piaci részesedésben a microwave, vagy a mikrohullámú piacon az Ericsson az első. Erre nagyon büszkék vagyunk. És itt születik a maga. És ugye a teljes szoftverfejlesztés, az a 300 ember, az csak Magyarországon van. Ugye a programból kiderül, hogy a végén lesz lehetőség kérdésre. Most viszont akkor köszönjük szépen neked ezt a tájékoztatást.